Üdvözlök mindenkit a Videodron filmes csatornán, ismét egy tízes listával jelentkezni, mégpedig kedvenc Western filmjeimet sorolnám fel. Mondjuk hozzátartozik, hogy a listán szereplő filmek nagy része spagetti Western, de nem mindegyik. Kezdjük néhány olyan mozival, mely végül is nem fért bele a top 10-be. Először is megemlíteném Tarantinótól a Django elszabadult. A listába azért nem fér be, mert nem feltétlenül klasszikus Westernnek tartom, inkább egy nagyon jó filmnek. Említést érdemel még a vadbanda, amit sajnos nagyon későn láttam, ugyanis annak idején egyáltalán nem volt egyszerű hozzáférni VHS-en. Ezt a filmet nem szabad kihagyni, ha valaki kedveli a műfajt, mindenképpen adjon neki esélyt. Ezek után jöjjön maga a tízes lista. A tizedik helyre három filmet is raktam, mégpedig Lee Van Cliff miatt, hiszen mindegyikben ő a főszereplő. Ezek pedig a számadás, a nagy leszámolás, illetve a férfi a férfihoz. A filmek között nehezen tudnék sorrendet felállítani, talán a nagy leszámolás tetszett a legjobban. Lee Van Cliff Leonének köszönhetően beleszorult egy skatujába, de igen jól alkalmazkodott a helyzethez, és bizony nagyszerű mozikat tett le az asztalra. Talán ennek a három filmnek az a legjobb ajánló levél, hogy mindegyik szerepel Tarantino kedvenc moziai közt. A kilencedik helyre mindenképpen be kellett tennem az ördög jobb és bal kezét. Nyilván ez nem egy hagyományos értelemben vett spagetti western, sokkal inkább egy western komédia. Ráadásul ennek a mozinak a sikere is közrejátszott abban, hogy Olaszországban abba hagyták a spagetti westernnek készítését. Ugyanakkor elvitathatatlan, hogy a stílus sikerült megújítania, illetve újra sikerre vinnie. Persze nem lehet összehasonlítani Leone filmjeivel, de a közönségi máta és én is a mai napig szeretem mindkét fejezetet. Nem utolsó sorban sikerre vitte a legendás párost is. A nyolcadik helyezett egy meglepően új darab, ráadásul Amerikából, ez pedig a fegyvertársa 2003-ból. Hihetetlen, hogy Kevin Costner mennyire érzi ezt az egész vadnyugati hangulatot. Ráadásul látásmódjánál külön érdekes, hogy sokszor körülnéz a vadnyugaton. Bemutatja a táj szépségét, ugyanakkor filmjei nem hősökről szólnak. Igaz, hogy a filmet nem könnyű befogadni, hiszen eleve a műfaj rajongóinak szól. Közülük is azoknak, akiket nem zavar az, hogy egy 140 perces filmben körülbelül 90 percig csak beszélgetnek. Bár kétségtelen, hogy az akciókedvelőket is kárpótolják a film végén. Leginkább azért szerettem volna ezt a mozit elhelyezni a listán, mert számomra óriási meglepetés volt, hogy 2003-ban elkészült egy ilyen film, ráadásul ilyen minőségben. Ha már szerepel a listán az ördög jobb és balkeze, ami valamilyen szinten véget vetett a Spaghetti Western korszaknak, akkor jöjjön a hetedik helyezett a nevem senki. Az a mozi, amivel Leone reagált az ördög jobb és balkeze sikerére. Ez a reakció pedig elképesztően szomorú és fájdalmas. Persze ott van Terence Hill, aki a poén faktorát adja az alkotásnak, de Leone nem nagyon akart viccelni ezzel a mozival. Ő az elmúlásról akart filmet készíteni, a Spaghetti Western korszakot akarta lezárni. Nyilván annak több oka van, hogy miért tette ezt egy Spaghetti Western-vig és hogy miért Terence Hill, illetve Henry Fonda a film főszereplői. A hatodik helyen két film szerepel, a Django és az agyő Texas Franco Nero főszereplésével. Nyilván a Django helyezését a listán nem kell magyaráznom, hiszen egy óriási klasszikusról van szó. Korbucsi nem csak egy zseniális karaktert fedezett fel, hanem szinte nulla pénzből leforgatta a 60-as évek egyik legmeghatározóbb vesztelnyét. A Django óriási siker lett, és utána Franco nero rengeteg hasonló forgatókönyvvel keresték meg. Ennek volt köszönhető, hogy még ugyanebben az évben bemutatták az agyő texas is. Sajnos ez a film annyira nem ismert, pedig majdnem olyan jó, mint a Django. Franco Nero egyre biztosabban mozog a Western környezetben, a film pedig egészen kiváló. Ráadásul ebben az esetben a sztori is igen jól funkcionál. Az ötödik helyezettel lehet, hogy egy kicsit meglepetést fogok okozni, hiszen egy hasonló listán valószínűleg mindenki előrébb helyezné el, ez pedig a volt egyszer egy nyugat. Ha kicsit vicces akarnék lenni, azt mondanám, hogy azért helyeztem ilyen hátra, mert ez egy olyan Leone film, amiben nem szerepel Clint Eastwood. De persze ez nem igaz. Egész egyszerűen csak arról van szó, hogy vannak Leónének olyan filmjei, melyeket jobban szeretek. Persze ettől függetlenül a Volt egyszer egy vagy nyugatot kiváló filmnek tartom. Leone ezzel a komplex alkotással tulajdonképpen összefoglalta a Spaghetti Western műfaj eszenciáját. Nem csak zseniálisan megkomponált jeleneteket láthatunk, hanem hihetetlen karaktereket is. És persze a karakterek életre keltéséhez kellenek a kiváló színészek, Henry Fonda és Charles Bronson. A negyedik helyezett, ismét egy amerikai film, Clint Eastwood rendezésében a Nincs Bocsánat. Számomra ez egy nagyon fontos alkotás. Már épp ott tartott a világ, hogy elfelejtette, hogy mi az a Western műfaj, amikor jött az öreg és megmutatta, hogy kell ezt csinálni. Valószínűleg, hogyha 1992-ben nem mutatják be a nincs bocsánatot, és nem kap oszkárdiakat, akkor olyan filmek, mint például a fegyvertársak sosem készülnek el. Ennek a filmnek azt is köszönhetjük, hogy egyáltalán még él a Western műfaj. És ahhoz, hogy hanvaiból feltámadjon, nagyon kellett Clint Eastwood. A harmadik helyezett egy olyan film, amit nagyon sokan a legjobb spagetti Westernnek tartanak, ez pedig corbucci a halál csöndje. Annak ellenére, hogy ő rendezte a Django-t, meglepő, hogy két évvel később elkészítette minden idők legpesszimistább spagetti vesztelnyét. Pedig állítólag már a Django idejében is egy kicsit hasonló koncepción gondolkodott, de végül megváltoztatta az elképzeléseit. A halálcsöndje bizonyos tekintetben hagyományos spagetti veszten, de közben a műfaj szinte összes iratlan szabályát felrúgja. Emellett a spagetti veszténekre nem jellemző módon hihetetlen érzékenységgel reagál a világ eseményeire. Elég csak a befejezésre gondolnunk. Nem egy könnyű darab, és kell hozzá a műfaj szeretete, de ha valaki még nem látta, akkor mindenképpen adjon neki egy esélyt. Jöjjön a második helyzet, a pár dollárral többért. Leone második közös filmje Clint Eastwooddal, és az első közös Lee Van Cliffel. Véleményem szerint egyértelmű az előrelépés az egy maréknyi dollárért után. Ez a film sokkal komplexebb és egy bizonyos szinten kegyetlenebb is. Ráadásul Leone, amellett, hogy iszonyatosan profin rakta össze ezt a mozit, három hihetetlenül jó karaktert is alkotott. És ami még nagyon fontos, hogy ugyan minden filmbe kell negatív szereplő, de hogy ez megfelelően ikonikussá váljon, az egyáltalán nem egyszerű. Nos, Leónének indió karakterével ez sikerül elérnie. A film lezárása és Clint Eastwood megjelenése a zsebórával minden idők egyik legjobb jelenete. Sőt, mondhatnám azt is, hogy ez minden idők legjobb párban a jelenete, hogyha Leone egy évvel később nem fejelne rá. Az első helyezettel nem fogok meglepetést okozni, ez a jó, a rossz és a csúf. Erről a filmről azért nehezen tudok mit mondani, mert szerintem a tökéletességet nem kell magyarázni. Leone összerakott egy nagyon jó sztorit, kitalált három nagyszerű karaktert, és megtalálta a megfelelő színészeket. A felejtetetlen jelenetek mellett, ha egy dolgot kellene kiemelnem a filmből, akkor azt mondanám, hogy zseniális, hogy milyen érzékiséggel mutatja be Leone a háborút. És egy pillanatra sem érezzük, hogy ettől több lenne a film, hogy bemutatja a háborút, mégis fordít rá Leone energiát. Sok olyan film van, aminek jó a lezárása de hogy Leone úgy zárja le a filmjét, hogy egy közel 20 perces jelenet minden egyes kockája mestermű, az valami elképesztő. Nagyon kevés ilyen műfaj van, de szerintem a Western esetében kijelenthető, hogy a jó, a rossz és a csúfnál jobb sosem fog készülni. Ennyi lett volna a lista, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtaláltod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!